nemzeti többségi akaratot kell végre kialakítani ebben az országban, hogy haladjunk, mert a nemzeti erők akkor kerülhetnek döntő helyzetbe, hogyha ez a többség kialakul. Mit gondol, mit tehet a helyzet jobbítása érdekében a Fidesz? Itt saját kezünkbe kell venni a dolgok irányítását, és a Fidesz is erre törekszik, hogy tehát alkotmánymódosítással egyrészt itt jogállamiságot megerősíteni, a nemzeti erőket és azoknak a törekvéseit az alkotmányban is megfelelően kezelni, illetve rögzíteni, és hát a gazdaságot rendbe tenni, és a szociális helyzeten javítani. Tehát most nagyon sok az igazságtalanság, a hazugság áradat, és így tovább. Tehát ebben is rendet kell csinálni. A munkanélküliséget a minimumra csökkenteni, tehát munkahelyeket biztosítani az embereknek, hogy munkából boldoguljanak. Vissza kell szorítani a bürokráciát, a harácsolást és a korrupciót is. És mit várjon az áprilisi választásoktól? Én azt várom a választásoktól, hogy a Fidesz megnyeri a választásokat. Én inkább olyan értelemben szoktam fogalmazni, hogy a nemzeti erők, mert itt nem csak a Fideszről van szó, hanem a Fidesz a fő ereje, a jelenlegi körvonalazott nemzeti erőknek, de ott vannak mellettük a kereszténydemokraták, nemzeti demokraták, a népi nemzeti elkötelezettségű párton kívüliek, civil szervezetek, polgári körök és így tovább. Tehát ezeknek a képviseletében a Fidesz győzelmét várom, és én magam nem titkolom az, hogy a demokrácia működése szempontjából ugyan nem feltétlenül jó az, ha egy párt dominálja a politikai színteret, de most Magyarországon egy olyan sajátos helyzet alakult ki, hogy igenis, jó lenne a kétharmados többséget elérni. Tehát ez a bizonyos nemzeti többségi akarat így fejeződ neki a kétharmados többségben. Említette a külpolitika fontosságát és az ország mostani megítélését. Mit gondol, milyen eszközökkel és hogyan lehetne ezt jobbá tenni? Mint említettem, a külpolitika az művészet, és ennek megfelelően kellene kezelni, tehát rátermett emberekre bízni, szakemberekre a külpolitika kidolgozását, és ennek megfelelően kialakítani a képviseletét. Tehát komolyan kellene venni, hogy nekünk itt a Kárpát-medencében kifejezésre kell juttatni a történelmi szerepünket, az, hogy itt többségben vagyunk, és ezt nem faji alapon vagy mások ellenére, hanem támaszkodva a mi gazdag történelmi múltunkra, kulturális hagyományainkra, és egyáltalán az itt betöltött szerepünket ennek megfelelően kialakítani, jóléti államot kialakítani, amely uralni tudná a helyzetet, és ezt kifejezésre tudná juttatni nemzetközi szintéren is a magyarság, a magyar nemzet érdekeit, és ennek megfelelően alakítani a helyzetünket az Európai Unióba is, mert még mindig a nagyhatalmak dominálnak általában nemzetközi szintéren, tehát nekünk, magyaroknak saját kezünkbe kell venni sorsunk alakítását külpolitikailag is. Mi akkor leszünk erősek, és ehhez meg kell teremteni az anyagi és a anyagi és védelmi hátteret is. Mert azért a külpolitikában nem elsősorban az erő játszik most szerepet, de az erőnek mindig van helye és szerepe.